Köldöksérvem van már évek óta, gondolkodom rajta, hogy meg kell-e műteni, de nemrég volt szívkoszorúér műtétem. Mennyi időnek kell eltelni a két műtét között, és mennyi idő a felépülés egy ilyen műtét után? Azt gondolom, hogy érdemes a kérdést két részletre bontani. Azt, hogy milyen hosszú időnek kell eltelnie a koszorúér műtét után, azt elsősorban a szívsebész, illetve a kardiológus szakorvos kell, hogy megmondja, hiszen ő tudja azt, hogy milyen állapotban van a szíve egy ilyen beavatkozást követően, illetve milyen állapotban kellett elvégezni ezt a műtétet, a szívkoszorúér műtétet. A köldöksér műtét egy viszonylag kis megterheléssel járó műtéti beavatkozás, de természetesen nagyobb a kockázata szívbetegeknél, mint bármilyen más műtétnek a kockázata is nagyobb ebben a betegcsoportban. Én azt gondolom, hogy elsősorban a kardiológus az, aki a vizsgálati eredmények után meg tudja azt mondani, hogy a szívkoszorúér műtét hatására milyen állapotba került a szíve, milyen megterhelést bír ki, és ezt az idő esetleg javítja el még a szívnek a terhelhetőségét. Azt könnyebb talán megjósolni, hogy egy köldöksérv műtét után körülbelül 2-3 hétnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy átlagos napi terhelést a beteg el tudjon végezni, itt fizikai terhelésre gondolok, de nagyobb fizikai terhelésre a műtét után csak körülbelül 2 hónappal szabad vállalkozni, mert különben nagyobb a kockázata a sérv kiújulásának.